épület megépülése előtt egy szürke autóparkolónak adott helyet, és most egy ilyen szép épület vette át a helyét. Szerintem az épület már ránézésre is önmagáért beszél, ez a nagyon különleges szerkezet, tehát ez az íves kialakítás, ami középen bemegy a talaj szintje alá, és két oldalt kiemelkedik, és természetesen ezt követi a tetőfelületnek a síkja. Önmagában ez már egy különleges kialakítás, és ez természetesen a tervezőknek és a kivitelezőknek is sok kihívás jelentett a tető kialakításában is. Mi a BAPEI-nél nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elsőre végleges megoldásainkkal és minden tudásunkkal segítsük az építőket, az építetőket a jövő épületeinek megalkotásában, az álmaik megvalósításával. A vízszigetelés és a hidegburkolati szakmunkákban vettünk részt, hozzátéve, hogy a vízszigetelés olyan egyedi, különleges megoldásokat igényelt, a tető csapadék vízszigetelése, hogy annak ellenére, hogy már meg volt tervezve, sok kérdést még közösen kellett a tervezővel és a kivitelezővel együtt megoldanunk. Amikor először megláttam a terveit, gyakorlatilag aki az építőiparban mozog és szereti az ilyen jellegű épületeket, egyből beleszeret. Hát maga az épület alapterülete ilyen 22.000 négyzetméter körül van, abból az íves rész 15.500 négyzetméter. Az épület, tehát nyilván az éveken túl nyúlik a pince, annak a felülete 6.500 négyzetméter körül volt. Plusz hát rengeteg kiegészítő, tehát felállások, az ívnek az érdekessége, hogy 8 darab favermet is helyeztek el benne, tehát a fáknak az ültető gödrét úgymond, azokat is ki kellett szigetelnünk. Több rámpa is van benne, belső teraszok, ezt mindet le kellett szigetelnünk. Igazából örülnek, hogy megnyertük ezt a pályázatot, ezt a lehetőséget, mert azért nagyon szép kihívás volt ennyi felületre bedolgozni ezt az anyagot, tehát elég nagy volumenű létesítmény is, ilyenben még nem nagyon vettünk részt, amiben ennyi andezitkövet kellett volna egyszerre lerakni egy épületbe, és ekkora volumenű lett volna, mint itt a Néprajzi Múzeumban. Körülbelül 7000 négyzetméter volt az andezitkő burkolat, ami bekerült az épületbe, ez tulajdonképpen a pincétől a második emeletig minden szinten megjelenik, és a két nagy látvány lépcső végül is az, ami a legnagyobb kihívás volt. Mindenki azért dolgozott itt, az volt az érzése tényleg az embernek, hogy ez az épület világszínvonalon megépüljön, ami szerintem ez sikerült is.